címmel. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A mögöttünk hagyott hetek mégiscsak szükségessé tesznek egy politikai helyzetértékelést. Tekintsék az aktuális ügyeket most ennek. Hallottuk ma is itt az előttünk felszólalóktól, hogy 6-700 ezer ember részvételével, önök szerint, lezajlott ez a színjáték, ami mekkora ünnep, de azt elmulasztották elmondani, hogy ennyi embernek a kétszerese pedig már aláírta azt a petíciót, amelyik nem kíváncsi önökre. Azokat se becsüljék alá, és azt javaslom, hogy várják meg, amíg mi is indulunk egy választáson, mielőtt eredményt hirdetnek. Köszönjük a vidám pillanatokat, gratulálunk Gyurcsány Ferencnek a remek szervezéshez. Nagyszerű móka volt. A végén mégiscsak egy nagy győztese lett ennek a színjátéknak, az ő maga és a demokratikus koalíció. A következő parlament legnagyobb baloldali frakciója Gyurcsány Ferenc által uralt frakció lesz. Ők fogják megmondani, hogy az önök oldalán, a baloldalon mi a követendő politikai magatartás. Itt ülünk mindannyian, tudjuk, hogy a parlamenti szabályok viszonylag egyszerűen működnek. A nagyobb frakciók politikai súlya, befolyása értelemszerűen nagyobb, hiszen nagyobb a választói legitimitása. Ezzel szemben mi történt önökkel, akik olyan büszkék az eredményeikre? Ne bántódjanak meg a szocialisták, de önök most kerültek a sír szélére. A Jobbikról is érdemes szót váltani. Kezdhetjük önökkel is, elnök úr. Az az igazság, hogy az elmúlt időszakban az ön vezetésével a szavazói kétharmadát elveszítették. Az ön politikai teljesítményéről sokat elárul. Azt tudnám mondani, hogy nem a bilincs kattant, hanem ön, elnök úr. Az a helyzet, hogy... Az a helyzet, elnök úr, hogy az állandó fenyegetőzésével túl sok választót nem sikerült szereznie. A Momentum, amelyik a saját pártelnökével a saját oldalán 3%-ot tud szerezni, sem tekinthet túl fényes jövő elé. Az LMP szerintem fotoszintetizál már csak, a párbeszéd pedig sosem létezett. Szóval az a helyzet, hogy egy fénylő csillag van az önök oldalán, az mégiscsak Gyurcsány Ferenc és a pártja, a DK, a legnagyobb frakcióvárományosa, a legnagyobb országos pártszervezet, a legnagyobb média támogatottsága, a legtöbb erőforrás. Tehát hiába a sok jajvékolás, tetszik, nem tetszik, önöket bedarálta a nagy gyurcsányi gépezet, és önök szomorú, de önök boldogan is tették bele a fejüket ebbe a hurokba. És az is tény, hogy... Az a Márki-Zay Péter, akit önök most újabb üdvöskének tartanak, megjegyzem, volt már önöknek jó pár üdvöskéjük, volt már Bajnai nevű üdvöskéjük is, volt már Botka nevű üdvöskéjük, legutóbb egy Karácsony nevű üdvöskéjük volt, most éppen, már nem is üdvöskéjük, most már messiásuk van Márki-Zay Péter személyében, de az az igazság, hogy éppen az ő szavai, az ő nyilatkozatai tették világossá a tegnapi napon, hogy esze ágában nincs gyurcsánymentesíteni a magyar közéletet. Szövetségről beszélt, közös színpadról beszélt, közös kiállásról beszélt, és ami még ennél is rémisztőbb vágyálmai, ne továbbja, közös kormányzásról beszélt. Tehát Márki-Zay Péter lesz az a szerencsés nyertes, aki visszasegítheti a hatalomba Gyurcsány Ferencet. Önök Gyurcsány Ferenctől eljutottak Gyurcsány Ferencig. Az a helyzet, hogy a tekintettel arra, hogy nem tudjuk, pontosan tudjuk, hogy mivel jár egy gyurcsányi kormányzás, az adóemeléseivel, a rezsiemeléseivel, ide sorolom még a 2004-es magyar gyűlölő népszavazást is, azt, amikor vérfolyt Budapest utcáin. Tudják a magyarok, hogy mivel járt ez, ezért egyáltalán nem oldja meg a helyzetet, bárki is nyerte az önök színjátékát. Márki-Zay Péter személyesen oldja meg azt a problémáját a magyar közéletnek, amit Gyurcsány Ferenc hatalomvágyának hívnak, olyannyira nem, hogy szövetségre is lépett vele. A legnagyobb frakció fogja megválasztani a miniszterelnököt. Ezt a kedves főnökük éppen ma mondta el egy videójában a közösségi oldalán. Mire számítanak önök? Ki fogja diktálni a tempót? A miniszterelnök jelöltnek törvényszerűen kötnie kell egy paktumot a legnagyobb párt elnökével. Ez pedig Gyurcsány Ferenc lesz. A Márki-Zay Gyurcsány Ferenc paktum életbe lép, innentől kezdve mehet tovább minden a show, vagy ha úgy tetszik, az önök forgatókönyve szerint. De tekintettel arra, hogy a magyarok ezt nem akarják, ezt a műsort tovább nézni, mi folytatni fogjuk az aláírásgyűjtésünket, hogy önök is egyhamar megláthassák, hogy mit jelent az, hogy valódi többség. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönöm szépen, Jarcsi vezető úr. A kormány nevében Dömötör Csaba államtitkárul fog válaszolni. A tegnap esti események és bejelentések egyik sokatmondó pillanata volt, hogy amikor hangzatosan bejelentették, idézem, hogy leváltották az ellenzéket, akkor ugyanazzal a lendülettel azt is bejelentették, hogy mindenképpen együttműködnek Dobrev Klárával és a Gyurcsány párttal. Ebből is látszik, hogy az erőltetett állítások ellenére az előválasztásnak nevezett folyamat a lényeget tekintve semmiféle lényegi változást nem hozott. Mert a baloldal nem rendezte a múlthoz való viszonyát. Ugyanazok a csoportok jelentkeznek be kormányzati pozícióért, a különbség csupán annyi, hogy most mást raknak a plakátokra, illetve a kirakatba. Itt is rögzítsük, hogy mit mondott pár perccel ezelőtt a Facebook oldalán Gyurcsány Ferenc, a DK tovább erősödött, a legnagyobb és legerősebb ellenzéki párt lett. Pont. És ami változásnak tűnhet, ami a kirakatot illeti, és valójában nem változás, az az, hogy a baloldal egy igazi karrier baloldalit választott miniszterelnök jelöltnek. Eléggé szórakoztató, amikor ez az ember azt állítja magáról, hogy jobboldali, hogyha az lenne, akkor nem állnának be mögé tömött sarokban a PMS-ek, a gyurcsányisták és a jobbikosok, az új baloldalba tagozódott jobbikosok. Márki-Zay Péter állásfoglalásai is egyértelművé teszik, hogy paktumot kötött a baloldallal. A következő napokban majd megpróbálják ezt letagadni, megpróbálnak majd ezt felettető manőverekbe kezdeni, megpróbálnak majd ilyen álvitákat csiholni, de hiába. Nézzünk pár perdöntő állásfoglalást ezzel kapcsolatban, valamennyit egyenesen Márki-Zay Pétertől, tehát idézet következik. Márki-Zay Péter. Gyurcsány Ferenc tapasztalatai, vitathatatlan pártépítési sikerei segíthetnek Magyarországot keletről nyugatra átfordítani, kapaszkodjanak, a korrupciót végre közösen felszámolni, és még egyszer az országot gazdaságilag az unióhoz felzárkóztatni. Felzárkózás Gyurcsány Ferenccel, na az 7%-kal csökkent az idejükben a gazdasági teljesítmény. Hol mondana ilyet egy jobboldali politikus? Aztán lássuk a következőt. Egy olyan programot, közös programot fog végrehajtani, Márki-Zay Péter, amelyben a baloldali programelemek, sőt a liberálisoknak kedves, fontos pontok is megvannak. Szó sincs arról, hogy egy konzervatív kormány alakulna Magyarországon. Kérdezem a tisztelt házat, hol mondana ilyet egy jobboldali politikus? És még egy, kérem szépen, idézem, nincs mese, a pártok meg a civilek nem civódhatnak, össze kell fogni Gyurcsánnyal. Idézet vége. És ez már teljesítve is, hiszen a DK-é lesz a legnagyobb frakció. Megint tegyük fel a kérdést, milyen jobboldali dolgozna azért, hogy a DK-é legyen a legnagyobb frakció? Mely jobboldali politikus dolgozna a posztkommunisták sikeréért? De most őszintén. Jakab elnök úr, tényleg, most ki dolgozna ez? Tehát, most, mert ön is nagyon jól tudja. Tehát, most, amiről beszélek, az nem egy ilyen partalan politika elméleti levezetés, hanem olyan dolog, amely a magyarok megélhetését is befolyásolhatja. Mert Márki-Zay Péter abból a szempontból is szépen betagozódott a baloldalba, hogy például támadja a rezsicsökkentést, csak az elmúlt napok példája, támogatja a migrációt, és kapaszkodjanak meg, ellenzi a minimálbért. És arról már ne is beszéljünk, hogy azokkal fogott össze, akik a saját népükre lövettek, és megvonták a külhoni magyaroktól a támogatást. És mindezek után eljutunk arra a következtetésre, hogy aki távolról és közelről is úgy tűnik, mint egy baloldali politikus, páros és páratlan napokon is úgy cselekszik, mint egy baloldali politikus, az nem más, mint egy baloldali politikus. Tehát tegyenek bármit a következő napokban, a lényeg ez. Nem a jövő kopogtatta át oda átról, hanem a rozsdás múlt. Nem szeretnénk beengedni. Köszönöm, hogy meghallgattak.